Köszöntöm műsorunk külön kiadásának hallgatóit. A könyvhét miatt a megszokottnál több kiadványt mutatunk be önöknek a héten, ezért most és csütörtökön ugyanebben az időben jelentkezik a Könyvklub Extra. Erdélyország története különös tekintettel művelődésére. A magyar művelődés történet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, amely 1866-ban jelent meg. A kétkötetes könyv a római kortól a 19. század derekáig mutatja be a régió történelmi és művelődés történeti ívét. Miközben a felhasznált forrásmunkák zöme első kézből származik, a szerző több száz török dokumentumot is lefordítatott. A megállapítások és a következtetések azóta is az erdély történetek alappillérei. A nagyobb terjedelmű második rész a Habsburg birodalom árnyékában élő magyarság kultúrtörténetéről, küzdelmeiről szól, s bár a munka másfél évszázada íródott, Erdély történetének azóta sincs ilyen önálló összefoglaló kiadványa. A kötetről a kiadó főszerkesztőjével, Kovács Attila Zoltánnal beszélgetett Gerendai Balzs Ágnes. Szilágyi Sándor a 19. századi magyar történetírás egyik legnagyobb alakja, ha nem a legnagyobb alakja. Történész családból származik, édesapja Szilágyi Ferenc a 19. század nagy krónikása volt. Szilágyi Sándor pedig, ha valahova kötni lehet a nevét, az a Magyar Nemzet története című 10 kötetes opusza, illetőleg a jelen kötet, a Erdélyország története című összeállítás, ami 2 kötetben jelent meg több mint 1000 oldalon 1866-ban. Ezen túlmenően számtalan olyan történelmi forrásnak a felkutatása, lefordítása és publikálása fűződik a nevéhez, amelyek a 19. század derekáig kvázi ismeretlenek voltak a nagy közönség előtt. Például a erdélyi önálló fejedelemség történetére vonatkozó török levelek lefordítását, és visszakapcsolva a kötetre, az Erdélyország történetére. Azért érdekes ez a történeti kutatás, mert hogy ezeknek az egyik első megjelenése éppen ez a kötet. Sok tekintetben elfelejtették a nevét, Erdély történetében foglalkozó kutatók mindenképpen hivatkoznak rá, tehát amit Szilágyi Sándor letett Erdély története kapcsán, az mindenképpen autentikus ma is, több mint másfél száz év kronológiájában nézve is. A másik fontos történeti tevékenysége Szilágyi Sándornak az erdélyi magyar irodalomtörténethez, pontosabban az erdélyi magyar emlékirat irodalomhoz fűződik. Ő volt az első irodalomtörténész, vagy kutató, vagy történész, aki a fejedelemség történetére vonatkozó korabeli emlékiratokat először összegyűjtötte. Miért érezték úgy, hogy ma is aktuális ez a könyv, hiszen közel 150 évvel ezelőtt íródott? Azért erdélyi autentikus történetét megismerni, azt hiszem úgy ildomos, annak ellenére rengeteg könyv van kint a piacon Erdély kapcsán, hogy a 19. század, 18. századi viszonyokról úgy írjon valaki, hogy szinte a jelen elbeszélőjeként. Ez az egyik apropója, ami miatt a kötet úgy gondolom, hogy a mai könyvpiacon mindenképpen helyet érdemel. A kötet gyakorlatilag a magyar művelődés történetnek egyik nagyon fontos pillére vagy aspektusa, hiszen gondoljunk bele, hogy a 1541 előtti időszakra Erdély történeti munkák száma nagyon kevés. A Szilágyi Sándor féle kötet az tulajdonképpen valamikor a kora középkortól kezdi el Erdély történetét taglalni, és végig megy egészen odáig, amikor a 16. században ugye a Magyarország háromszakadását követően hivatalosan ugye 1571-től a Speyeri Egyezménytől létrejött független, idézőjelben független erdélyi fejedelemség történetein keresztül egészen a 18. század végéig, illetőleg a 19. század elejéig taglalja Erdély történetét, egyrészt politika oldalról, társadalomtudomány oldalról, és harmadrészt, ami meg a talán a legnagyobb novum mai napig a 150 év ellenére, az, hogy művelődés történeti oldalról. És ilyen értelemben ebben a hármasságban nézve a kötet mindenképpen unikális, annak ellenére, hogy tényleg 1866 óta teljes kiadása még nem látott napvilágot. Ugye indul ez a történet a római kortól, de mennyire részletesen veszi végig Erdély történelmét? A 19. század elejéig teljes részletességgel megy, tehát amikor a római birodalom összeomlott annak idején, az elsőrendű kérdés az volt, ugye, mint ahogy a történészek is fölteszik a kérdést, ugye a magyar honfoglalás kapcsán, és ugye, hogy volt-e valaki a Kárpát-medencében, vagy üres Kárpát-medencében jöttek be hajdanán a magyarok Levidiából és Etelközből. A történeti részhez pedig ugye hozzá tartozik, hogy az itt lakó gepidák, vagy avarok, vagy korábban ugye a szkíták, hogy itt éltek ugye ezen a részen, hagytak-e kultúrát maguk után, itt voltak egyáltalán, vagy nem voltak itt, hogyan kell viszonyulni például később, ugye pár száz évvel később a kun kérdéshez, tehát hogy a kunok azok előttünk voltak itt, vagy utánunk voltak itt. A székelység kérdése ugye az egy újabb aspektus, ugye a kora középkor történetéből, hogy a Erdély közepi területéről, tehát ugye a mezőségről, hogyan kerültek ők Erdély szegletébe, ugye a határőrvidékre, mert ugye mint védőszerepet láttak el annak idején. De hát ugye a Csaba mitosz szerint, illetőleg az ősi székely mitológia és mondák szerint ugye valahonnan ők a mezőségről, Csigla mezejéből származnak. Tehát azt hiszem, hogy ha csak ezt a néhány fontos momentumot fölvetem, és ezek ugye mind egytől egyik szerepelnek a kötetben, akkor rögtön kiviláglik, hogy ez a fajta kronológikus
történet, ami több száz éven keresztül húzódik Erdély történetében, egészen addig, amíg ez a bizonyos János Zsigmond fejedelemi választása megtörténik, tehát 1541-ig, akkor nagyon jól látható, hogy a kötet tökéletes történelmi könyvként is olvasható egyben, hiszen ezt az időszakot ugyanolyan részletességgel tárgyalja, mint az azt követő időszakot, ami a tulajdonképpeni Erdély. Eleve az, hogy Erdélyország címet használja, az is ugye gyakorlatilag a vajdai időszakára utal Erdélynek, hiszen 1541-től, amikor úgymond önállóvá vált, akkor ugye már Erdély fejedelemség volt a neve a területnek. Úgyhogy történelmi könyvként is olvasható értelemszerűen, miközben az esemény történet zajlik, illetőleg a belső intrikáknak a leírása zajlik, egyébként hallatlanul izgalmas a néhol anekdotázó nyelvben, egy nagyon régi atavisztikus nyelvi formában, tehát tényleg egy irodalmi értelemben is egy csemege maga a kötet. Úgy a részletességek és a történelmi esemény krónika szempontjából végigmegy 1541-től egészen a Erdély fejedelemség bukásáig, sőt az azt követő időszakig, hiszen a 18. század tulajdonképpen Erdély ugye a hazug birodalom része, immáron a függetlenségét, vagy a korábbi megnéző függetlenségét teljesen elveszítve ugye a hazugok uralma alatt élt tovább, egészen addig, amíg aztán a kiegyezésbe következett. Amit ön is említett, ez a korabeli nyelvezet, ez nem zavaró a mai olvasó számára? Nem, ugyanis a kötet nagyon finoman át lett szerkesztve, ahol ezt az atavisztikus nyelvi formát, tehát ugye aki erdélyi irodalmat olvas, az bizonyára ismeri azt a fajta nyelvhasználatot, amikor ugye első olvasatban ilyen fordított sorrendnek tűnő mondatok szerepelnek egyes szövegben, és nagyon hosszú mondatokkal írja körbe az eseménytörténetet. Nos, ezeknek a finom korrekciója megtörtént a kötet kiadása kapcsán, tehát gyakorlatilag egy újra szerkesztett és pontosított, hiszen ez a korabeli kiadványként azért az akkori filológia az nem úgy nézett ki mondjuk, mint a mai. Gyakorlatilag a kötet átszerkesztett állapotban jelent meg, de egy archaizáló borítóval, az 1866-os eredetiben Báthorynak a képe szerepelt ugye a címnegyed előtt, a második kötetben Bethlen Gábori, az ugyanúgy szerepel nálunk is, mint a két kötetben ugye. Tehát maga a megjelenése, a kötetnek a kiadása mindenképpen idézi az eredetit, miközben a nyelvi hagyomány megőrzése mellett azért annyiban finomítva van, hogy a mai olvasnak belegenek nyelvi problémái a korabeli szöveggel. Egyébként mondom, a formai megjelenésén túlmenően mindenképpen Szilágyi Sándor szövege ez, ízében, nyelvi ízében, ritmusában, tehát ugye a klasszikus értelemben vett erdélyi üvezés történeti munka minden nyelvi jellegét megőrizte a kiadvány. Van-e olyan része ennek a könyvnek, amin a történészek a mai napig vitatkoznak, mert ez annak idején néhány részletéből kiderül, hogy vitatkozott a kortársakkal? Vitatkozott Szilágyi Sándor, sőt, mint újító, tehát aki ugye elsőként foglalta össze ilyen értelemben a teljes régió történetet, nyilván vitába szállt a korabeli történészi felfogása. A másik szempont, amit viszont mindenképpen mérlegelni kell, az, hogy az időszak, amikor ez a könyv keletkezett, az éppen a pozitivista történetírásnak ugye az időszaka. Tehát amikor egy részanyag kapcsán nagyon pontos dátumozott, részletezett tanulmánnyal került szembe Szilágyi Sándor, akkor az értelemszerűen beépített és felhasználta ebbe a kötetbe, de ezzel a nyelvi finomsággal, amit az előbb említettem, hiszen ő feltett szándéka szerint, ugye ahogy az előszóban is megjegyzik, ő egy népszerűsítő munkát akart létrehozni. Na most a népszerűsítő jellege a kötetnek, az semmiképpen nem ment a történészi jelleg rovására. Tehát ő megemlíti, hogy például az alvinci gyilkosság kapcsán, annak idején a Martinuszi Fráter György kapcsán milyen felvetés elért egyik történész, vagy milyennel a másik, vagy éppenséggel hol tartott a magyar kulturális vagy történelmi területen az alvinci gyilkosság története. És ezt tényleg megrendelésre készítették, tehát ugye Bécsből lett megrendelve a történet, vagy éppen a Porta keze volt benne, mert ugye ők Martinuszit ingatlanra tartották, azt mondták, hogy át akarja játszani Erdélyt a Ferdinánd pártiak oldalára. Kérdés, hogy Izabella, ugye az özvegy királyné, kivel tartott, vagy a török portában, vagy a Habsburgokkal, vagy éppen magában a Ferdinánddal. Tehát ugye az ilyen nagyon kaotikus történetben, ahol az összeesküvés elméleteket már annak idején a 19. század elején is gyártottak, azokat a kérdéseket tulajdonképpen a hivatalos történeti álláspontra helyezi Szilágyi Sándor, ami egyben az övé is, tehát subjektív értelem, és hiszen ő maga volt az egyik legnagyobb történész ebben az időszakban, és természetesen vitába is száll azok a nézetekkel, amelyek már az ő idejében is túlhaladottak voltak. Úgyhogy ilyen értelemben teljesen autentikus, amit ír. Tehát a kötet egy tökéletes látlelet a 19. századi magyar történelem felfogásnak, illetőleg a történelem kutatás állapotának. Az egy másik kérdés természetesen, hogy az 150 év alatt, amit haladt a történelemtudomány, azok már újabb adalékok ehhez az alaptörténethez, de cáfolatok nem szerepelhetnek, mert nincs mit megcáfolni. Tehát mindenkinek szól, akit érdekel Erdély története, mindenkinek és mindenkihez szól, akit az önálló Erdély fejedelemség akár napi szintű krónikaszerű részletessége érdekel.
története, ugyanúgy mindenkihez szól, aki a kultúrtörténet oldaláról közelít, tehát aki mondjuk Apáczai Csere János tevékenységet akarja megtudni, hogy Erdélyben ő mit tett és hogyan és mikor, vagy az erdélyi könyvnyomtatással kapcsolatban, az erdélyi nyomdák történetével kapcsolatban kíváncsi, az ugyanúgy tudja lapozni ezt a könyvet, mint akár az a fiatalabb korosztály, aki mondjuk Erdély története kapcsán elsősorban az emlékiratirodalom felől közelít, és akkor mondjuk találkozik Szamoskezi István nevével például, akkor onnan rögtön létrejön a kapcsolat, hogy Szilágyi Sándorhoz is el kell jutni, hiszen a Szamoskezit ugye Szilágyi és a Sándor ismertette meg először a magyar közvéleményt. Úgyhogy ez a köznek szóló, kortalan, időtlen és örökbecsű munka. Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére. Szilágyi Sándor kétkötetes könyvét a Tarandusz kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, a Könyvklub különkiadását hallották, ne felejtjék, csütörtökön ugyanebben az időben találkozunk megint, akkor egy gyerekeknek szóló új könyvről